A képen nem egy átlagos kislányt látsz. Ő Mary Bell, a 10 éves sorozatgyilkos, akinek az életek kioltása örömszerzés volt. A gondolkodás menetét és a tetteit valószínűleg sosem fogjuk megérteni. De ha velem tartasz, jobban megismerheted ezt a könyörtelen gyereket, és választ kapsz a következő kérdésekre. Ki is az a Mary Bell? Miért gyilkolt? És mi lett a következménye? Ahhoz, hogy jobban belelássunk a helyzetébe, fontos, hogy tisztában legyünk a múltjával. Mary Bell 1957. május 26-án született. Édesanyja Betty egy 16 éves prostituált volt, aki többször is el akarta vetetni a kisbabáját. Már az első években is gyakran magára hagyta, és mindent megtett, hogy megszabaduljon tőle. Mary gyerekkorából hiányzott a biztonságérzet és a szeretet, ami elég hamar meglátszott a viselkedésén. Betty egy idegen nőnek akart adni a saját lányát, akinek problémás volt a teherbeesés, de sajnos, vagy szerencsére nem került erre sor. Egy ideig úgy nézett ki, hogy az anya elfogadta a sorsát, és felneveli a kislányt. Néhány hónappal később Mary-t meglepő módon sok véletlen érte. Majdnem kiesett az ablakon, sőt egyszer túladagolta magát altatóval. Ahogy mondtam, véletlenül. A sajtó felkapta erre a fejét, és Betty egyre híresebb lett. A figyelemhiányos anyuka ezt felettébb élvezte, mert a szörnyű események folytatódtak. Mary mindössze 5 éves volt, amikor prostitúcióra lett kényszerítve. Természetesen az anyja által. Ha ez még nem lett volna elég, a szeme előtt gázoltak halálra egy 5 esztendős kisfiút. Szerintem nem meglepő, hogy Mary Bell ennyi minden után egy problémás, érzéseit nem kontrolláló, agresszív gyerek lett. Az első gyilkossága előtti hetekben a megszokottnál is furábban viselkedett. május 11-én egy 3 éves kisfiúval játszott, aki egy magas helyről leesett és megsérült. A szülők azt hitték, hogy baleset volt. Még véletlenül sem jutott volna az eszükben, hogy a gyereküket szándékosan bántották. A következő napon 3 anyuka is panaszkodott Maryre. A rendőrséget is kihívták, mert folytogatni kezdte a lányukat. Egy gyors kihallgatás után szabadon engedték. Egyszerűen nem vették őt komolyan, mert csak 10 éves volt. 1968. május 25-én egy 4 éves fiú holttestére bukkantak. A helyszín egy elhagyatott épület volt. Martin Brown rejtélyes körülmények között távozott az élők sorából. A rendőrség ismét elhanyagolta az ügyet, és Martin halálát szomorú és szerencsétlen véletlenekkel magyarázták. A testét 2 fiú találta meg, akik a közelben játszottak. A gyors nyomozás után arra jutottak, hogy nincsenek erőszakos tetre utaló nyomok. A holttest mellett egy aspirines dobozt is találtak. A legegyszerűbben és legészszerűbben zárták le az ügyet, miszerint Martin Brown több tablettát is bevett, elaludt és már sosem kelt fel, azaz túladagolta magát. Miután megtalálták a fiú holttestét, óriási tömeg gyűlt az elhagyatott ház köré. Az elrettent emberek között 2 kislány is jelen volt, Mary Bell és a legjobb barátja, Norma Bell. Annak ellenére, hogy a vezetéknevük megegyezett, nem voltak rokonok. A 2 bajtársan kívül ekkor még senki sem tudta az igazságot. Mary az elhagyatott épülethez csalogatta Martint, akit szemrebben és nélkül megfojtott. Miután végzett a fiúval, oda hívta Normát, hogy megmutassa neki, mit tett. Mary nem elégedett meg a gyilkossággal. Felkereste Martin nadnényét, akivel közölte a szomorú hírt, és elvezette őt a helyszínre, hogy lássa a holttestet. A következő napokon sem hagyták békén a gyászoló nőt. Mary és Norma kellemetlen kérdéseket tettek fel. Érdeklődtek, hogyan viseli a család a tragédiát. Mindketten élvezettel nézték és hallgatták a gyilkosság következményeit.
Már annyira illedelmetlenek voltak, hogy Martin nagynénye inkább nem nyitotta ki nekik az ajtót. Az elhunyt kisfiú szüleit is felkeresték. Elmondások alapján Mary látni akarta Martint. Miután elmondták nekik, hogy a gyermekük már nem él, csak annyit válaszolt, hogy tudom, én a koporsójában szeretném megnézni. Teltek a napok, és Mary viselkedése semmit sem változott. Az iskolában készült rajza egyértelműen Martint ábrázolta, de még mindig nem gyanakodtak rá. Volt egyszer egy fiú, aki lefeküdt és meghalt. Ezzel a címmel látta el a művet. Amíg Mary büszke volt arra, amit tett, Norma egyáltalán nem beszélt és nem rajzolt a gyilkosságról. Meglepő módon a tanárnő nem csinált nagy ügyet a volt egyszer egy kisfiú, aki lefeküdt és meghalt firkából. Az idő múlásával csak egyre rosszabbra fordultak a dolgok. Az akkor már 11 éves Mary gyakran ellátogatott a régi elhagyatott épülethez, ahol gyerekeknek és felnőtteknek mesélte a történetet. Természetesen senki sem akarta elhinni, hogy ő végzett a 4 éves ártatlan fiúval. Akkor még mindenki azt hitte, hogy viccel. Az empátiát nem érző lány a születésnapi utáni délutánokat a barátnőjénél, Normánál töltötte. Mary agresszív és erőszakos volt. Norma fiatalabb testvérét többször is megzsarolta és bántalmazta. Már odáig folyultak a dolgok, hogy Norma apjának kellett közbelépnie. Minél idősebb lett Mary, annál nagyobb veszélyt jelentett. A kamaszkor közelettével semmi sem javult. Gyakran visszatért az elhagyatott épülethez, és nem titkolta a bűneit. A szakértők azt állítják, hogy így elégítette ki a narcisztikus vágyait. Nem ő az egyetlen sorozatgyilkos, aki büszkén vállalta a tetteit, és egyre nagyobb figyelemre vágyott. A kora miatt még mindig nem vették komolyan, ezért Normával betörtek egy bölcsödébe. A rongáláson kívül egy papírt is hátrahagytak, amin a következők álltak. Gyilkolok, még visszajöhetek. A másik szöveg pedig egy újabb írásos vallomást tartalmazott, idézem. Megöltük Martin Brown-t. Meg ti rohadékok. Ezek után igazán foglalkozhattak volna az üggyel, de sajnos nem törődtek az egyértelmű nyomokkal. Még egy áldozat kellett ahhoz, hogy beigazolódjon. Mary tényleg egy gyilkos. július 31-én a két bajkeverő újra kimutatta a foga fehérjét. Hasonlóan az előző merénylethez, itt is megfojtottak egy kisfiút. A csupán 3 éves gyerek, Brian Howe volt. Brian teste közel volt az elhagyatott épülethez, ahol Martinnal végeztek. Ez a második gyilkosság sokkal undorítóbb volt, mint az előző. A hasába belevéstek egy N betűt, amit később átírtak M-re. Mary egy olló segítségével levágta a haját, megvágta a végtagjait és megcsonkította a nemi szervét. Biztosra akart menni, hogy ebben az esetben már egyértelmű legyen a gyilkosság. Miután megtalálták Brian testét, elkezdtek gondolkodni azon, hogy a bölcsödében hagyott üzenet lehet nem egy vicc volt. A rendőrség már sejtette, hogy a bűnöző egy kiskorú, ezért főleg gyerekeket hallgattak ki. Az összes fiatal közül csak két lány adott fura válaszokat, Norma és Mary. A kérdéseket nem vették komolyan, nevettek, és a halál fogalma örömet okozott számukra. Mary azt állította, hogy Bryant egy 8 éves sráccal látta kint, akinek a kezében egy olló volt. Mindenki felkapta a fejét, mert a helyszínen talált ollót nem hozták nyilvánosságra. Szerintem nem meglepő, hogy Brian temetésén Mary is részt vett. Az egyik nyomozó figyelte a viselkedését. A 11 éves lány mosolygott, a két tenyerét összedörzsölte és boldognak tűnt. Mindenki tudta, hogy Mary legjobb barátja Norma, ezért először őt kérdezték ki újból. Meglepő módon cserben hagyta a bajtársát és bevallotta a 11 éves lány szörnyű tetteit. Norma állítása szerint Mary élvezte a kisgyerekek folytogatását.
mindkét gyilkosság örömet szerzett neki. Norma ezután sikeresen megúszta a következményeket, és egy átlagos életet folytathatott. De vajon mi lett Maryvel? Egyértelműen tudták, hogy bűnös, de tanácstalanok voltak a kora miatt. Később megállapították, hogy személyiségzavarban szenved, ez megkönnyítette a döntést. Elmegyógyintézetbe került. Mindeközben az anyja örömmel nyilatkozott a sajtónak, mert ezzel is figyelmet és pénzt kapott. Maryt ezután áthelyezték egy börtönbe, ahol 12 évet töltött. 23 évesen szabadlábra helyezték, mondván, hogy meggyógyult. A média ezek után sem hagyta békén. Mary egy új életet akart kezdeni. 4 évvel később egy gyereke született, de az óriási figyelem miatt bíróságon kérvényezett anonimitást. Ez volt a legelső elfogadott életre szóló anonimitás az Egyesült Királyságban. A nő mai neve ismeretlen. Miután elköltözött, a jelenlegi tartózkodási helye és a lakcíme is titok a világ számára. Állítólag unokája is született, és a mai napig él. Mary Bell története bebizonyította, hogy mennyit számít a szülői szeretet, és mivel járhat a hiánya. Mi a véleményetek a bíróság döntéséről? Megérdemelték az anonimitást? A gondolataitokat örömmel várom a komment szekcióban.